Szeretettel köszöntelek, Melinda, itt az új világban, új világ új embereként, és szeretném megkérdezni, hogy változik-e a szerelem ebben az új világban? Hát reményeink szerint változik. A szerelem ugyanis az emberi életnek egy olyan fontos központi kérdése, amit nem lehet átlépni, nem lehet kihagyni. De ez mindig egy nagy kérdés volt, hogy a szerelem és a spiritualitásnak mi a kapcsolata. Ez ugye ősidők óta foglalkoztatja az emberiséget olyannyira, hogy az emberiség legrégebbi, legősibb spirituális vagy transzcendens modelljei, azok mindig kapcsolódtak a szerelemhez. Tehát sokkal későbbi az az elképzelés, amely mondjuk az aszkézis révén külön választja a szerelmet és a szerelemnek ezt az alkimista átalakító erejét a lelki úttól. Tehát az ősi elképzelésben, az ősi tantrikus hozzáállásban a szerelmet egy eszköznek tekintették az önmegvalósítás útján, de el kell, hogy mondjam, hogy a szerelem azért egy veszélyes dolog. Én ahhoz hasonlítanám, hogy olyan, mint egy körforgalom, hogy több kijárat van. Tehát az emberek nagy érdeklődve behajtanak ebbe a körforgalomba minden alkalommal, mert ez mindannyiunkat nagyon vonz, és nagyon, nagyon, tehát érezzük, hogy itt valami van, ez egy isteni dolog, illetve belülünk is valami egészen hihetetlen dolgot képes kihozni, de nem mindig jól sül el a szerelem. Tehát valójában behajtva ebbe a körforgalomba van olyan kijárat, ahol az ember úgy pórul jár bizonyos értelemben, és ez alatt most nem csak azt értem, hogy mondjuk boldogtalan lesz, vagy szerelmi csalódás éri, hanem hogy a tudatossága egyszerűen beszűkül. Tehát a szerelem hatására vak, süket és bolond lesz, míg van olyan kijárata a szerelemnek, amelynek a révén pedig eléri a transzcendens megvilágosodást. És ezért ez nagyon érdekes, hogy a spirituális utak egy része a szerelmet eszköznek tekinti, és beépíti a gyakorlatba, bizonyos utak pedig azt mondják, hogy annyira veszélyes ebben a körforgalomban körözni, hogy inkább kerüljük el. Na most ebben a korszakba érkezve, ahol most vagyunk, azt gondolom, hogy az egy nagy könnyebbség, hogy lehet mindenről beszélni, és hogy választhatunk. Tehát aki továbbra is úgy érzi, hogy olyan veszélyes ebben a körforgalomban részt venni a szerelembe, belekeveredni, hogy távol tartja magát, még az is részt vesz benne, mert a szerelem önmagán az emberen belül is megvalósul, a férfi és a női oldal belül is megvan. De lehetőségünk van ezt úgy is megélni, hogy kívül találjuk meg azt az ellentétes töltésű lényt, akivel ezt a belső tüzet fölszíthatjuk. Hát én abban a csapatban tartozom, akik hisznek benne, hogy a szerelem egy eszköz és egy jó eszköz a megvilágosodás útján. Természetesen, hogyha valódi tudásunk van ebben, és hogyha megtaláljuk a jó kijáratot a körforgalomból. Úgyhogy az én témám, ami engem is foglalkoztat, és nagyon sok oldalról én magam is körüljárom ezt, és körüljártam, ez, hogy ebben az új korszakban a szerelem milyen belső alkímiára képes, és milyen lehetőséget tartogat a számunkra.